Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en és benne a DVTK magazinjától Csak a Diós György című műsorunkat hallják, ezúttal is 20 percben Martini Emillel. Nézzük a mai műsor rövid tartalmát. Csak a Diós György! Pénteki nagyüzem, pályán a Jeges Medvék és az Aluinvent DVTK. Újabb fejlesztések Diós Győrben. Felkészülési kupa és bajnoki meccs információk piros-fehér szurkolóknak. Utánpótlás sikerek fociban és kosárlabdában. Következzenek a részletek. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjében való részvételre az alapszakasz felénél a tabella első 8 helyén álló csapat szerzett jogot, a döntőt pedig ezen a hétvégén rendezik majd meg 3 napon keresztül, a helyszín Sopron lesz majd. Az Aluinvent DVTK a Pink ellen kezdi a 8-as döntőt, majd továbbjutása esetén a Peac Sopron párharc győztesével találkozik az elődöntőben. Nézzük azért a párosításokat. A negyed döntőben tehát Pink Aluinvent TVTK, Peac Sopron, Zalaegerszeg Győr és Cegléd Szekszárd mérkőzéseket rendeznek, a DVTK este 8:30-tól lép majd parketre. Az elődöntőben a Pink DVTK és a Peac Sopron meccsek győztesei mérkőznek meg, míg a másik ágon a Zete Győr és a Cegléd Szekszárd párharcok nyertesei játszanak a döntőbe jutásért. Stefan Sviteket, a DVTK vezetőedzőjét az esélyekről faggattuk. Nagyon akarnánk nyerni, biztos, hogy ez a mi célunk. Csak azért, hogy tovább jutunk, de azért is, hogy akarunk még két jó meccset Sopronba játszani, ami fontos nekünk, és mégis biztos Liszinek is, most Krisztának, aki két utolsó meccsen nem játszott, mert sérült volt, most fog játszani. Neki is jó lenne, hogyha neki is jó lenne, minél több meccsünk legyen a rájátszás előtt, de azért meg kell, elsőbb kell jól játszani, és meg kell venni a Pinket. Utolsó meccsen nyertek, Vasas pályán nagyon jó meccset játszottak Sopronba is, azért kell nekünk jól felkészülni és odafigyelni és jó kosarlabdázni. Úgy, ahogy mutatunk is az utolsó meccsekben is. Persze fel kell készülni erre, hogy mit játszanak, hogy védekeznek, milyen védekezéseket használnak, és sokszor váltanak emberről zónára és alapvonal bedudásoknál zónáznak, és stb. Hát erre fel kell készülni fejbe is, és egyáltalán, de inkább talán a saját játékunkra akarom koncentrálni. Megbeszélve, hogy mit, hogy akarok védekezni, és aztán saját játékunkra akarom koncentrálni. Úgy, ahogy mondjuk Pécsen készültünk, hogy ők sokat csapdáznak kettő-kettőket, és mink játszunk kettő-kettőket, hogy kell ezt megoldani, és ugyanúgy most is, hogy minden szituációra legyen valami jó döntésünk, jó válasz legyen erre is, és erre fogunk koncentrálni. Csak a Diós Győr! Alicia Brevernek nagyon jó emlékei vannak a Magyar Kupáról, hiszen 2 évvel ezelőtt ő az akkori diósgyőri csapattal megnyerte ezt a sorozatot. Ezúttal is mindent bele fog adni, már csak a szép emlékek miatt is. Definitely one of the best times, especially in my basketball career. It's tough to win the cup. 3 games in a row is very tough to do. Az én karrieremben nagyon fontos állomás volt a kupa megnyerése a DVTK-val. Speciális sorozat, hiszen itt egymás után 3 nap, 3 mérkőzést kell megnyerni, hogy magasba emelhess a kupát. Külön öröm volt számomra a pályafutásom legszebb emléke, hogy hazai közönség előtt nyertünk csapatunkban. A mostani hétvége előtt egyetértek az edzőmmel, hogy nem lehet mind 3 mérkőzéssel már előre foglalkozni. Előttünk áll a pénteki Pink elleni meccs, először itt kell mindent beleadnunk, és személy szerint én sem fogok spórolni az energiával. Csak a Diós Győr! A női kosárlabda Magyar Kupa részletes beharangozóját későbbi DVTK magazinunkban hallhatják majd itt a 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. Csak a Diós Győr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Újabb sportberuházások Diósgyőrben címmel sajtótájékoztatót tartott a DVTK, amelyen Csöpör Katalin országgyűlési képviselő és Szabó Tamás a DVTK stratégiai és fejlesztési igazgatója vett részt. Utóbbit kérdeztük a Diósgyőrben várva várt fejlesztésekről. Magyarország kormánya 2017-ben egy kormányhatározatával támogatta a DVTK infrastruktúra fejlesztési projektjét. Ugye ez egész Észak-Magyarországra vonatkozó nagyon nagy kiterjedés, nagy léptékű fejlesztéseket takar, amik ugye Salgótarjánban, Egerben, Rimaszombaton, tehát Felvidék területén és Miskolcon valósulnak meg. A egész fejlesztési csomag az összességében a direkt kormány támogatással és a TAU-s elemekkel együtt egy körülbelül 14-15 milliárdos fejlesztést takar, amiből egy 5 milliárdos csomag valósul meg Miskolcon. Ugye ez az 5 milliárdos csomag, ez igazából három elemet takar. Az egyik, az egy multifunkciós sportcsarnoknak az építése. Ugye régóta probléma, hogy a kosárlabda sportnak nincsen igazi otthon a Miskolcon. Nyilván a General Arénában, ha játszunk, az nem csak egy kosárlabda csarnok, tehát nagyon sok egyéb rendezvény is van, ami miatt sok esetben sajnos a sportszakmai szempontok háttérbe szorulnak, és ezért úgy éreztük, hogy szükség van egy olyan otthonra a sportágnak, amiben tényleg mi vagyunk otthon, és minden annak az érdekeit szolgálja, hogy a csapat sportágunk, a kosárlabda, még későbbiekben akár a futszál, vagy a röplabda is teljes mértékben megfelelő körülmények között tud készülni. Ugye ez a multifunkciós sportcsarnok, ez itt a Diósgyőri Sportligetben fog felépülni, összességében egy olyan 3000-3500 fő befogadására lesz alkalmas, és olyan technikai felszereltséggel fog rendelkezni, amit jelenleg bármilyen ilyen nagyságrendű létesítményt igénylő rendezvénynek a lebonyolítására, tehát a sportrendezvények mellett akár természetesen koncertek, vagy egyéb hasonló rendezvényeknek a lebonyolítására is messze menően alkalmas lesz. Ugye ez az egyik elem. A másik elem az a DVTK-nak a sportdiagnosztikai és rehabilitációs központja. Ugye ez is egy nagyon régi lemaradása volt a diósgyőri sportnak is, de mondanám, hogy az egész magyar sportéletnek, hogy a sportorvosi háttérben az ehhez kapcsolódó eszközök birtoklásában, vagy egyáltalán a szaktudásban nagyon le voltunk maradva. Ugye több helyen is jártunk a kollégáimmal a világban, és megnéztük, hogy más komoly sportegyesületek milyen háttérre rendelkeznek annak érdekében, hogy a sportolók orvosi ellátása teljes mértékben rendben legyen, és ennek alapján alakítottunk ki a koncepciónkat, amit, ahogy már említette, Magyarország kormánya is támogatása érdemesnek igényelt. Ez a fejlesztés, ez korábbiakban úgy terveztük, hogy magában a sportcsarnokon belül fog megvalósulni, de ebben különböző okok miatt változtattunk, és megvásároltuk itt a régebben Fontánaként ismert korábbi étteremnek az épületét, tehát a diagnosztikai és rehabilitációs központ ott fog kialakításra kerülni, és emellett ez az épület fog még ugye a csomag harmadik elemének, a birkózó csarnoknak is helyet adni, tehát ebben az épületben két funkcióját is meg tudjuk valósítani ezeknek a fejlesztéseknek, ami azért is örömteli, mert egy újabb, ugye üresen álló, kihasználatlan és szép lassan lepusztuló épületet meg tudunk új olyan funkciót adni, ami abszolút beleillik itt a Diósgyőri Sportligetnek a környezetébe. Jelen pillanatban a projektek úgy állnak, hogy a tervezésnek a pályáztatása folyik, ez egy-két héten belül lezárul, és utána a közbeszerzési kiírásnak az elkészítése, ami szintén párhuzamosan már történik, kiírásra fognak kerülni a közbeszerzések, és nagy reményeink szerint a multifunkciós sportcsarnok esetében valamikor az ősz folyamán a diagnosztikai és rehabilitációs központ, illetve a birkózó centrum vonatkozásában pedig már a nyár folyamán el fognak kezdődni aktuálisan a munkálatok is, és ezek minden esetben 2019 folyamán befejeződnek. Tehát a 2020-as évet már úgy fogjuk tudni elkezdeni, hogy ezek a infrastruktúrális emelek rendelkezésre állnak, és a DVTK sportolóit szolgálják, illetve hát a diagnosztikai központunk az reményeink szerint nem feltétlenül csak a sportolóknak, meg a közönségnek az érdekét fogja használni, hanem ezeket az eszközöket, tehát akár a korszerű diagnosztikai eszközöket nyilván a kapacitás függvényében megpróbáljuk a környék lakosságának a szolgálatába is állítani, hogy ne kelljen feltétlenül a belvárosba vagy egy kórházba elutazni, ha valakinek pontosan ilyen típusú vizsgálatokra van szüksége, hanem tényleg egy Diósgyőr lakosságának is ez rendelkezésre álljon ez a szolgáltatás, ami korábban nem volt elérhető. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!
Mint az ismeretes, a DVTK jegesmedvék ellenfele a MAC Budapest jégkorong csapata lesz az Erste Liga döntőjében. A párharc iránt óriási az érdeklődés a Diós Győri szurkolók részéről, így néhány információval szolgálunk most itt a DVTK magazinban. Az első találkozót most pénteken este 7 órától rendezik Budapesten a Tüskecsarnokban, mely találkozót az M4 televízió közvetíti. A második találkozót szombaton rendezik este 8 órától, a helyszín pedig változatlanul Budapest és Tüskecsarnok. Pár nap pihenőt követően március 27-én kedden 18:30-tól fogadja majd a Miskolci Népkerti Jégcsarnokban a MAC-ot a jegesmedvék, míg másnap március 28-án szerdán este 8 órától kezdődik majd a DVTK jegesmedvék MAC Budapest negyedik mérkőzés, és amennyiben szükség van rá, akkor március 31-én szombaton a Tüskecsarnokban rendeznek egy találkozót, és hogyha még mindig nem döntöttek a felek, akkor április 2-án hétfőn, illetve biztos, hogy április 5-én csütörtökön pontot tesznek a párharc végére a csapatok, a kezdési időpontok ezeken a napokon még nem ismertek. A MAC Budapest egyébként 500 férőhelyet biztosít a Diós Győri szurkolók számára mindkét budapesti mérkőzésre, tehát a most pénteki, illetve szombati találkozókra. 300 jegy Miskolcon kerül értékesítésre, ezeket a jégcsarnok pénztárában lehet majd megvásárolni. Március 22-én csütörtökön 8:30 és délután 4 óra között, valamint március 23-án pénteken 8:30 és 12 óra között. A vendégjegyek egységesen 2000 forintba kerülnek. Egyébként a helyszínen is lesz lehetőség jegyvásárlásra, a Tüskecsarnok vendégpénztárai egy órával a mérkőzés előtt nyitnak majd ki. A hazai meccsekre a jegyértékesítés majd előre láthatólag csütörtökön fog szintén megindulni a jégcsarnok pénztárában és az online felületeken egyaránt. Tervek szerint mind a 4 mérkőzés majd élőben lesz követhető a színvaterasz LED falán is. Maradjunk még mindig a jégkorongnál, egy kis sajtószemle. A címvédő DVTK jegesmedvék lesz tehát a MAC Budapest ellenfele az Erste Liga férfi jégkorong bajnokság döntőjében. A borsodiak az elődöntő 5. mérkőzésén 4-1-re ütötték ki az SC Csíkszereda csapatát, és ugyanilyen arányban meg is nyerték a párharcot. A Blik kérdésére Magosi Bálint, a DVTK játékosa elmondta, hogy az utolsó meccset leszámítva nagy erőfeszítésre késztette őket a Csíkszereda, hiszen számos az orosz KHL bajnokságot is megjárt légiósa van. Szezon közben csodálkoztam is, hogy nem tudtak minket egyszer sem megverni. Örülünk, hogy viszonylag korán túljutottunk rajtuk, nyilatkozta. Majd hozzátette, ugyan már egymás után harmadszor találkoznak a MAC-szal a döntőben, reméli még tudnak majd egymásnak újat mutatni. A szezon vége felé már a regenerálódáson, az ellenfél hibáinak kielemzésén van a hangsúly, próbáljuk majd a riválisra erőltetni az akaratunkat. Minden szezon más, nem úgy megyünk a döntőbe, hogy védjük meg a címünket, hanem szerezzünk újabb bajnoki címet, nyilatkozta Magosi Bálint, a DVTK jegesmedvék játékosa. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Közzétette az MLS versenybizottsága a Magyar Kupa 10. forduló második mérkőzéseinek pontos órarendjét, természetesen már labdarúgásról van szó. A DVTK majd szerdán játszik a Puskás Akadémia ellen. A mérkőzést sajnos sem az M4 Sport televízió, sem pedig az m4sport.hu nem közvetíti. Szövegesen természetesen a dvtk.eu-n majd figyelemmel kísérhetik a találkozót. Csak emlékeztetőül, az első mérkőzésen a Puskás Akadémia otthonában nyert a DVTK 1-0 arányban, a másik mérkőzésen Újpest MTK 2-1, a Honvéd Debrecen találkozón 0-0 született, és a Balmazújváros Békés Csaba mérkőzésen pedig 5-0-ás hazai siker. A visszavágókat tehát április 3-án és 4-én rendezik, a Debrecen-Budapest Honvéd találkozót adja majd a televízió, illetve szerdán pedig az MTK Újpest mérkőzést közvetíti. A DVTK Puskás Akadémia és a Pékés Csapa Balmazújváros találkozók egyaránt majd este 6 órakor kezdődnek. Csak a Diós Győr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Utánpótlás hírek itt a Csillagpont Rádió DVTK magazinjában. Újabb fordulót rendeztek a kosárlabda utánpótlás bajnokságokban. A DVTK Akadémia kadett csapatai hazai környezetben léptek pályára. Az eredmények: DVTK Akadémia A csapata, Vasas Akadémia szintén A csapata 63-54, tehát nyertek a diósgyőri hölgyek, míg a rájátszás alsóházában keleten DVTK Akadémia B csapata és Beac Újbuda A csapata 62-67, tehát ezen a mérkőzésen vendégsiker született. Hazai pályán fogadta a DVTK labdarúgó U15-ös korosztálya a 17. fordulóból elmaradt mérkőzésen a Vasas Kubala Akadémia együttesét. Jordán András csapatában Filkóházi Dávid, Kispál Tamás és Králik Mihály is duplázott. Diósgyőri VTK Vasas Kubala Akadémia 6-0-ás félidőt után 9-0. A 17. fordulóból elmaradt mérkőzést pótolta a héten a DVTK U14-es együttese. A diósgyőri fiatalok hazai pályán többek között Jurek Gábor mesterhármasának köszönhetően 5-1-re győzték le a Vasas Kubala Akadémia gárdáját. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! És most következzék a DVTK család heti hétvégi programja. A DVTK labdarúgó csapata szombaton 13 órától Budapesten játszik felkészülési mérkőzést a Videoton ellen. Az Aluinvent DVTK kosárlabdázói pénteken este a Magyar Kupa 8-as döntőjében a Pink ellen lépnek pályára Sopronban, továbbjutás esetén pedig további két mérkőzés vár Stefan Switek csapatára a hétvégén. A DVTK Jegesmedvék jégkorongozói az Erste Liga döntőjének első és második mérkőzésén Budapesten lépnek jégre a MAC vendégeként. A DVTK röplabda együttese a Generali Arénában fogadja az MVSC csapatát szombaton délután. A DVTK női labdarúgó csapata szombaton hazai pályán a Magyar Kupa döntőbe jutásért játszik a Haladás Viktória ellen, míg a DVTK tartalék együttese szintén a DVTK edzőközpontban fogadja vasárnap délután ellenfelét. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Csak a Diósgyőr! Három pajzs mentális és fizikai egészségprogram címmel Felső Zsolcán vette kezdetét a DVTK ESE 12 helyszínt felölelő prevenciós célú szabadidő sport fejlesztési programja, mint arról már beszámoltunk itt a DVTK magazinban. A következő helyszínekről is essék néhány szó. Március 24-én szombaton Alsó Zsolcára érkezik a program, március 25-én vasárnap Miskolcon az Avason találkozhatnak majd a labdarúgókkal, kosarasokkal, a DVTK család tagjaival, április 2-án hétfőn Arnóton, május 27-én vasárnap Miskolcon a Lilafüredi Sport és Kalandparkban, és végül, de nem utolsó sorban, 2018. június 9-e szombat Bátony terenye, ahová tehát a három pajzs mentális és fizikai egészség program is eljut majd. Várnak minden érdeklődőt szeretettel! Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diósgyőr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát diósgyőri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diósgyőr! Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!